hogy tudnék egy tárcának a pénzügyi beszámolója elutasító záradékot kapott. Nos, ez olyan lényeges hiba-e, hogy az egész zárszámadást emiatt nem lenne szabad elutasítani, el kellene utasítani. További probléma, hogy a 8 kötetből álló zárszámadási csomag hatalmas terjedelmű adathalmazába sok a ballaszt, sok az információt nem hordozó, lényegtelennek is mondható adat, ezért nem érvényesül a lényegesség számíteli elve. Ha mintegy 800 központi költségvetési szerv könyviteli mérleg adatait, köztük az eszközök értékét például az árszámadás összevontan közli, ami gyakorlatilag semmire nem használható, hiszen nincs információtartalma a felhasználó, akár a parlament, akár mások bankok, adóhivatal és más érdekeltek számára. A fejezeti kötetekben egyet magammal hoztam ezek közül, sajnos az egészet nem tudnám magammal hozni, hiszen 8 kötet van, aminek az összsúlya 9 kiló. Ezeket nem lehet már cipelni magunkkal. Tehát a fejezeti kötetekben az indokolások általában rendkívül hosszúak. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium például 262 oldalas, az Akadémia 172 oldalas szöveges beszámolót készített, ami meglehetősen hosszú. Fontos információk viszont hiányoznak, emiatt például, amint azt a kisebbségi vélemények hangsúlyozzák, és én magam is hangsúlyoztam, az állam vagyoni helyzetét nem lehet áttekinteni. Tisztelt Országgyűlés, hangsúlyozom, hogy a lényegességnek a kritériuma az a hatályos törvényeink szerint is, és a szakma nemzetközi sztenderdjei szerint is. Lényeges az az információ, aminek az elhagyása, vagy téves feltüntetése a címzetnek, a beszámoló felhasználójának a döntéseit befolyásolja, félreorientálja a döntést hozót. Például, ha az árszámadás elhallgatja, hogy egy nagy csontváz, vagy több csontváz maradt a büdzsében, vagy egy vagyonkimutatást netán meghamisítottak, tévesen mutatták ki, vagy az adósságot, az igen magasra duzzadt adósságot nem jól vették számításba. Törvénytelen végkielégítéseket utaltak ki, stb. Az egyetemes érvényű számíteli elvek szerint a beszámolóban nyilvánosságra hozott adatok, információk használhatóságának, hasznosíthatóságának arányban kell állnia, arányban kell lenni az információk előállítására fordított kiadásokkal. Tehát, hogy magyarul mondva, ne kerüljön többe a leves, mint a hús. Az árszámadás összeállítói olyan információk kidolgozására is időt, közpénzeket áldoztak, amelyek nem tekinthetők lényegesnek ahhoz képest, hogy mennyi közkiadással jártak. Ez pazarlás. Pazarlás a közpénzekkel. Javára legyen azért mondva a pénzügyi kormányzatnak, hogy csak 60 példányban nyomtatta ki ezt az igen nagy terjedelmű zárszámadási csomagot, és ezáltal legalább tekintettel volt a környezet kímélésre is, hogy 4-5 más a papírt fölöslegesen nem használt föl erre a célra. További probléma végül a zárszámadással, az természetesen sorolhatnám még, de hát tekintettel kell rendem a időkorlátra. További problémája a kisebbségi véleményekben a képviselőtársainknak az, hogy mivel a kormánynak a pénzügyi beszámolójának a szerkezete, a fejezetrend és vele az árszámadás tartalma is egyik időszakról a másikra változik, a különböző időszakok között az összehasonlíthatóság, az egységesség, a következetesség elve nem érvényesíthető, vagy igen nehezen érvényesíthető. Tisztelt Országgyűlés, az állami számvevőszék jelentésének mellékletei kimutatásokat közölnek azokról a nemzetgazdasági elszámolásokról, fejezetigazgatási
címekről és fejezeti kezelési előirányzatokról, amelyeket az állami számvevőszék ellenőrzött és minősített. Én most fel fogom olvasni azoknak a fejezeteknek, címeknek, előirányzatoknak a nevét, amelyek az állami számvevőszéktől elutasító, illetve korlátozott záradékot kaptak, amelyek tehát a szakma hazai és nemzetközi szabályai szerint nem minősíthetők hitelesnek, nem fogadhatók el. Azt gondolom, nem baj az, hogyha az ország közvéleménye, az adófizető állampolgárok konkrétan is megismerik, hogy melyek azok a költségvetési szervek, előirányzatok, amelyeknek a beszámolói az országgyűlés pénzügyi ellenőrzés szerve részéről nem voltak elfogadhatók. Ilyen a közbeszerzések tanácsa, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzat beszámolója, ezeket a számvevőszék elutasította. Mármint a beszámolót nem tartotta elfogadhatónak. Korlátozott minősítés kapott. Tehát az azt jelenti a korlátozott minősítés, hogy csontok vannak a beszámolóban, hogy ilyen népszerűen, divatosan fejezzem ki magamat. Ilyen a lakástámogatások elszámolása, ilyen az állami vagyonnal kapcsolatos bevételeknek az elszámolása, az állami vagyonnal való kapcsolatos kiadásoknak az elszámolása, ilyen a központi szolgáltatási főigazgatóság, a miniszterelnökség fejezeti kezelési előirányzat, mint már említettem, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatóságának a beszámolója, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium központi igazgatásának a beszámolója, az Uniós Fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzata, az Egészségügyi Minisztérium központi igazgatásának pénzügyi beszámolója. Megtalálhatók az állami számvevőszék jelentésének a mellékletei között azok az intézmények, amelyeknek a pénzügyi beszámolóit a minisztériumoknak a belső ellenőrzési egységei minősítették. Majd a hozzászólásomban említést fogok tenni arról, hogy szakmai szempontból az a megoldás, amit az államháztartási törvény megenged, illetve lehetővé tesz az állami számvevőszék számára, hogy tudnék albérletbe adja ki a független ellenőrzést, a szakmai szempontból teljes mértékben elfogadhatatlan, különösképpen akkor, hogyha emlékeztetek arra, amit a domokos elnök úr itt nemrégen mondott, hogy tudnék az állami számvevőszék az angol számvevőszéknek, vagy az angol száz gyakorlatnak a hazai meghonosításával úgymond adekvát módon dolgozik. Nos, az angoloknál ilyen megoldás nincs. Amikor erről volt szerencsém konzultálni angol szakértőkkel, illetve kollégákkal, akkor úgy tettek, hogy oh dear. Tehát ezek után a belső ellenőrzési egységek által elutasító záradékot, a belső ellenőrzés által elutasító záradékot kapott költségvetési szervek előirányzatoknak a listáját ismertettem. Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség. Honvédelmi Minisztérium és Logisztikai Ügynökség újfent, ugye kettő van belőle, egyik csapat, a másik központi. Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ. Magyar Honvédség Radó György Honvéd Egészségügyi Központ. Magyar Honvédség Radó György Honvéd Egészségügyi Központ csapat. Iparművészeti Múzeum, Országos Sportegészségügyi Intézet. A belső ellenőrző egységek által is korlátozott minősítést kapott szervezetek listája is érdekes, ugyanis gondoljunk bele, tisztelt képviselő társaim, hogyha egy belső ellenőrző szervezet ad korlátozott elutasító minősítést egy intézményről, amely intézménynek az a főnöke, felügyelő, állami vezetője, aki egyébként a belső ellenőrnek is
a vezetője, vezetője, munkáltatója. Nos, lehet-e akkor független ez a belső ellenőrzés, illetve én nekem a teljes tiszteletem azok iránt, a belső ellenőrzési auditorok iránt, akik ezek ismeretében is leírták azt, hogy az adott területen az adott költségvetési szerveknek a pénzügyi beszámolója nem fogadható el. Korlátozott minősítéseket kapott a Nemzeti Utánpótlás Nevelési és Sportszolgáltató Intézet, a Honvédelmi Minisztérium, infrastruktúrális ügynöksége, a Magyar Honvédség, támogató dandárja, budapesti csapat, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, az Országos Mentőszolgálat, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. Tisztelt képviselőtársaim, ezt a listát most itt befejezem, de csak azért fejezem be, mert a kb. 800 központi költségvetési beszámoló közül az állami számvevőszék és a minisztériumi ellenőrző szervek együttesen 52 plusz 59 beszámolót ellenőriztek. Ha többet ellenőriztek volna, esetleg 7-8-szor ennyi intézményt említhetnék meg, és akkor itt lennénk még délután, nem tudom meddig. Tehát ezek után fölteszi az ember a kérdést, hogy hát hogy lehet akkor ez az egész beszámoló, az egész zárszámadás, az egész költségvetési pénzügyi beszámoló elfogadható. Tisztelt Országgyűlés, az állami számvevőszéknek a zárszámadásról szóló jelentése nem ad elegendő támogatást a képviselőknek ahhoz, hogy felelős politikai döntést hozhassanak a kormánynak a 2009. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos az államháztartás viteléért viselt felelőssége alól, alóli felmentésről. A pénzügyi ellenőrzés általánosan elfogadott szakmai szabályait, standardjait vagy standardjait figyelmen kívül hagyva, az állami számvevőszék nem nyilatkozik, nem adott minősítő véleményt, összesített véleményt a zárszámadás egészéről, arról, hogy a vizsgálatai alapján végül is elfogadásra ajánlja az Országgyűlésnek a zárszámadást vagy elutasítást javasol. Nem tudjuk meg azt sem, hogy maradtak-e csontvázok, és ha igen, mennyi csontváz maradt a 2009. évi elszámolásokban, tehát hogy lényeges hibák maradtak-e benne, amely lényeges hibák nem feltétlenül csalások, ezek lehetnek véletlen hibák, szakmai tévedések. A magyar jogszabályok